Ferencváros elleni első félidő kifejezetten jól sikerült. Mi az, ami akkor működött, és mondjuk a Vác ellen nem? Hát tulajdonképpen mindent mondhatnék, a védekezésben kellően agresszívak voltunk, támadásban pedig nagyon pontosan játszottunk, nem adtunk el sok labdát, és lerohanások is ültek, úgyhogy ez mindenképpen jó előjel a hétvégi bajnokira. Ez egy Békés Csabát fogadjuk, közvetlen rivális, ez egy kiki meccs. Mit kell tudni erről a mostani Csabáról, milyen meccsre számítasz? Egy nagyon kemény mérkőzés, és számítok a Csaba ellen, hiszen tudni kell róluk, hogy az utolsó percig szoktak harcolni. Nincs olyan sok játékosuk, de úgy gondolom, hogy akik ott vannak, azok jól kézilabdáznak, főleg egy az egyben. Úgyhogy mindenkire oda kell figyelni ahhoz, hogy mi itthon tudjuk tartani ezt a két pontot hétvégén.